Ich begrüße Sie alle recht herzlich im Namen der deutschen Nationalitätenselbstverwaltung Verisvár an unserem traditionellen Maibaumstellen. Es freut uns sehr, dass wir nach den 2 Jahren der Pandemie wieder mit einem Programm unseren Maibaum aufstellen können. Kedves vendégeink, kedves Vörösváriak, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében hagyományos májusfa állító ünnepségünkön, májusfa állításunkon. Nagyon örülünk, hogy 2 év pandémia után ismét műsor keretében állíthatjuk fel közösen a város májusfáját. A májusfa állítás hagyománya abban rejlik, hogy ilyenkor május 1-ére virradó éjszaka a legények szívük választottjának az éjleplje alatt egy feldíszített fát állítottak, így kifejezve azt, hogy valaki nagyon kedveli őket, és a lányok aztán egy hónapig találgathatták, hogy ki az, ki lehetett az, aki ezt a májusfát állította nekik, amely aztán május utolsó napján kiderült, hiszen akkor a legények oda mentek, és akkor kiderült, hogy ki volt az, aki az adott lánynak a májusfát állította. Ezt ugye ezt a hagyományt még ma is sokan tartják, hiszen látunk májusfákat a város területén, különböző kapukban, de hagyomány immár hosszú-hosszú évek óta, hogy közösen a város számára is felállítunk egy májusfát a nemzetiségi egyesületek és intézmények részvételével. Fogadják szeretettel az első fellépőnket, akik a Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság úti tagovadájának nagy csoportosai, akik műsorukban sváb mondókákat és táncokat mutatnak be, nagyrészt helyi gyűjtésből a gyerekeket, Mirkné Ziegler Margit és Mirk Szilvia készítette fel. Fogadják őket sok szeretettel! Thank you.
Vielen Dank für die Produktion der Kleinkinder. Und jetzt kommen die etwas größeren, nämlich die Grundschulkinder der Deutschen Nationalitätenschule auf dem Marktplatz. Vásártéri Német Nemzetiségi Általános Iskola kétnyelvű harmadik A-osztályának műsorát látják majd. A vidám kis darab egy tavaszi boszorkányvizsgáról szól, táncos résszel tarkítva. A mesélő szerepében Falvai Szofiát, a főboszi szerepében Uszkai Orsolyát láthatjuk, és az elégedetlenkedő holló szerepét Stéli Martin játsza. További szereplők férjek és asszonykák és a többi kisboszorka. A műsort összeállította és betanította Szauterné Lieber Melinda és Tagserernél Wiszt Mária. A táncot koreografálta és begyakoroltatta Zombori Zsuzsanna és Balog Viktória. Ich bin die kleine Hexe und trage rote Schuhe. Ich reite auf meinem Besen und sing ein Lied dazu. Hi, hopp, 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 hi, hopp, 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 hi, hopp, 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 hi, hopp, 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 hi, hopp, 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 hi, hopp, 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 hopp. Ich bin die kleine Hexe und trage gelbe Schuhe. Ich reite auf meinem Besen und sing ein Lied dazu. Hi, hopp, hopp, hopp. Lecker sein. Schnecken, Schleim und Spinnen weben wir.
Vielen Dank für die Mitglieder der Klasse 3a. Und jetzt kommen die Erwachsenen auf die Bühne oder auf den Platz. A német nemzetiségi vegyes kórust hallhatják a következő percekben. A kórus 1989. január 30-án Pilisvörösvár 300 éves jubileumának idejében alakult meg. A kezdetekkor létszámuk 66 fő volt, jelenleg 39-en vannak, belőlük 9-en alapító tagok. A kórus karnagyai 1990. januárja és 2016. decemberek között Neubrand Ferenc és felesége Piroska voltak. Őket Sebessén János követte, aki jelenleg is a kórus karnagya. Mára 3 darabbal készültek, fogadják őket szeretettel. Thank you.
Chor für die schönen Melodien. Und nach dem Gesang soll jetzt getanzt werden. Sie werden jetzt auf dem Platz die Kinder der deutschen Nationalitäten-Tanzgruppe sehen. A 67 éve fennálló Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes legkisebb csoportja a gyermekcsoport, amely alig pár éve alakult újjá, Acélosné Ercsi Erika, Katona Magdolna és Pásztor Acélos Zsófia vezetésével. Az újraszervezéssel céljuk az volt, hogy megszerettessék a kicsi gyerekekkel zenés-táncos keretek között a sváb kultúrát, és utánpótlást nyújtsanak az ifjúsági és majdan a felnőtt tánccsoport részére. Mindhármukban vörösvári szívdobok, és a felnőtt tánccsoport tagjaiként nem csak a hagyományőrzést akarják erősíteni a gyerekekben, hanem a csapatszellemet és az összetartozást is. A táncok koreográfiáját közösen a gyerekek életkorának megfelelően alkották, illetve majd Wenzel József táncait kívánják tovább tanítani. 3 évvel ezelőtt 7 kisgyerekkel kezdtek bele a munkába, először csak 6 éves kortól, de mivel egyre több érdeklődő jelentkezett, így a létszám hónapról hónapra nőtt. Mára már 65 fős létszámmal működnek, 2 korosztályra bontva, és a legkisebb táncosaik 4 évesek. Fogadják szeretettel kedves kis műsorukat. A kisebbek a Májpolkát és az Altelibét adják elő, a nagyobbak pedig a Sprungpolkát és a Farmtálert. Fogadják a gyerekeket sok szeretettel. Thank you.
Berlin. Pilisvörösvári fúvószenekar zenei kíséretével érkezik majd be a térre, és ezúton is köszönöm a fúvószenekarnak, hogy a műsor elején is játszottak nekünk, és most a fa díszítést is kísérik. Thank you.
vagy, oldalkulcsán, párhuzamosan kell húzni vele.